A Momentum képviselőjelöltje, Paróczai Anikó, nem sokat utazhatott vonattal. Nincs egészen tisztában azzal, hogy itt Kőbánya, Kispesten, vasútállomáson milyen állapotok uralkodtak. 2015-ben még életveszélyes volt az egész káosz. A felüljárón, ahogy az látható, az üveglapok hiányoztak akkor még, a lépcsők hiányoztak, vagy életveszélyes állapotban voltak. Nagyobb esőzést követően bármerre jártunk, tócsákat kellett kerülgetnünk. Azonban 2016-ban már megkezdődött egy ugyan lassú, de mégiscsak felújítási munkálat. Most 2021-ben ennek a lassú munkának köszönhetően látjuk azt az eredményt, hogy már nem beszélhetünk beázásról. A lépcsőt azt teljesen felújították, már a mozgó lépcső is működik, új padokat helyeztek ki, új kamerákat, amik a közbiztonságot felügyelik, és wifit is biztosítottak az itt elhaladók számára. Nem csoda, hogy nem volt tisztában mindezekkel a munkálatokkal, hiszen 2017-ben még Franciaországban élt, és csak 2019-re az önkormányzati választásokra ért haza. 2019-ben az önkormányzati választásokon a Mi Hazánkkal országosan hirdettük meg a Tegyük sínre a MÁV-ot kampányunkat. Ekkor már ő is foglalkozhatott volna a témával, de nem tette. Idén 2021-ben elővette ezt a témát, mi újból elővettük harmadjára, negyedjére is, és mi is megkerestük a MÁV-ot e-mailekkel, de választ egyelőre nem érkezett. Most sem vagyunk megelégedve a felújítási munkálatokkal, tehát a kerekesszékesek és a babakocsit tolók részére a lift továbbra sincs kialakítva, de ezen kívül számos más probléma van. Szövetségeseinkkel, mint amilyen a MÖM, vagy éppen a betyársereg, több közbiztonsági sétát is teszünk a vasútvonalakon, a vonatokon, ugyanis számtalanszor hallani, hogy támadás éri az utazókat, vagy éppen a kalózokat. Rengeteg probléma van tehát, de a Mi Hazánkkal már 2019 óta, és jó magam már korábbi óta dolgozom azért, hogy együtt, közösen helyre tegyük a MÁV-ot. Tegyük sínre a MÁV-ot a Mi Hazánkkal.